tehát azzal nincsen. Ezeket a méhkaptárokat még nem, de sok hasonlót már megfertőzött az úgynevezett nyúlós költésrothadás nevű betegség Székesfehérvár közelében. Ez egy régóta ismert betegség, már 2500 évvel ezelőtt Arisztotelész is leírta ennek a betegségnek a tüneteit. A Európában is már régóta megvan ez a betegség, ez egy baktériumos betegség, tehát nagyon ellenállóak, tehát ellenállnak a magas hőmérsékletnek, savaknak, lúgoknak. A fertőzött méhcsaládokat el kell égetni, csak így tudják megelőzni a betegség terjedését. A fertőzött méhészetekből nem engedik ki a méheket, Székesfehérváron is környékén több méhészetet zár alá vettek. Mivel ez a fiasítás betegsége, tehát tulajdonképpen a szaporulat támadja meg ez a baktérium, ezért legyengül a méhcsalád, és így, hogyha a más méhcsaládok akár meglepik ezt a legyengült méhcsaládot, így tovább tudják vinni a betegséget, de ragályfogó eszközökkel is tovább vihető ez a betegség. A fertőzött méhészetekben a méhcsaládok 10%-a betegedett meg. Ha a betegség még egyszer megjelenik, lehet, hogy az összes méhet el kell pusztítani, hogy ne legyen országos járvány. Tehát így légvonalban 600 méter.